Jó reggelt kívánok, szeretettel üdvözlöm a Csendes Percek nézőit. Folytassuk tovább mai reggelen is a 35. Zsoltár 27. versének utolsó mondatával. Nagy az úr, aki az ő szolgái javát akarja, vagy előmenetelében munkálkodik, gyönyörködik. Eljutottunk oda, hogy beszéltünk róla, hogy előbbre és előbbre kell jutnunk, annak az eredményeképpen jutunk el az Isten áldásainak a teljességére, Minél előbbre jutunk, annál nagyobb lesz a békességünk, és különböző területein az életünkben megtapasztalhatjuk az előrejutást. Nyilván Isten meg akarja áldani az embernek az életét, akár anyagi területen is, és látunk erre az Új Szövetségben is példákat, nem csak az Ószövetségben, ahol Dávid áttélt, hogy Isten megáldotta őt, és egy áldott emberként óriási anyagi és pénzügyi áldásokat is tapasztalt az életében, Hiszek benne, hogy az új szövetségben is Isten meg akar áldani bennünket. Beszél erről Pálapostól a Korintusi második levél 9. Versé, részében, amikor arról beszél, hogy az Isten pedig hatalmas arra, hogy reátok árasza minden ő gazdagságát, minden ő áldását, hogy mindenben, mindenkor meggazdagodjatok. De itt nem ér véget ez a mondat, ez a gondolat, hanem úgy folytatja tovább a teljes jószívűségre. Jó és azt gondolom, hogy Isten nem fukarkodik ma sem az anyagi áldásokkal, egyetlen egy célja van vele hogy ne a mi zsebünket tömje. Ne tulajdonképpen magunknak akarjunk még nagyobb gazdagságot, hogy ne a felhalmozott javainkba bízzunk, hanem maradjon meg a bizodalmunk mindig Istenben, mert Ő az, aki a javunkat akarja, és nem a felhalmozott vagyon fogja a javunkat biztosítani, az már egy eredmény az életünkbe tulajdonképpen. Hiszem, hogy Isten nagyon sok embert megállt, és nagyon sok embert láttam a környezetemben, akik bőségesen adakoznak, és nem hogy elszegényednek, hanem megvalósulnak az életükbe Isten ígérete, hogy aki mással jót tesz, ő maga is még inkább megkövéredik, mondja ezt a Károli Bibliának a fordítása. De lehet akár karrier területén is előre jutni, és számomra mindig olyan üdítő, amikor látok embereket, akik karrierjükben magasra jutottak, akár egy cégvezetésben, akár az államaparátusban, és a Szolgálatom során meglehetősen sokat találkozok magas kormányzati pozíciókat betöltő emberekkel, és olyan üdítő látni, amikor bizonyságot tesznek róla, hogy, hogy élő hitük van Istenben, élő reménységük van, és nem a saját ügyességükkel jutottak ide, nem ők könyökölték ki a dolgokat maguknak, hanem megvalósul, tényleg meglátszik az életükbe, hogy Isten az, aki az ő szolgái előmenetelét és javát akarja. És bár ezen a területeken is, akinek van ilyen elhívása, hagyjuk magunkat. Nekem nincs ilyen elhívásom, de nem vonom kétségbe, hogy lehet embereknek ilyen elhívása. Akármilyen területen, munkahelyen, bárhol, Isten előbbre és előbbre akar juttatni bennünket, és engedjük és ne korlátozzuk le a gondolkodásunkkal. De van egy olyan terület, és igazából erről szerettem volna mai napon még beszélni, ami közös mindannyiunkban, ami, ami azt gondolom, hogy elhívásunk, és Isten fejleszteni akar bennünket, és pedig ez a terület a Krisztus képmására való átformálódásnak a területe. Hiszen Isten arra hívott el bennünket, azt olvassuk Isten igéjében, hogy akiket Isten eleve ismert, azokat eleve elrendelte, hogy az ő fia a Jézus Krisztus képmására átformálódjunk, és ezt úgy írja le Pál a korintusi levélben, hogy és miközben őt szemléljük, Jézus Krisztust, átformálódunk az ő képmására, dicsőségről dicsőségre. Tehát fejlődés van ebben is. Az Isten fia képére való átformálódásban. És amikor az Úr, ami javunkat akarja, akkor amikor az Úr, ami előmenetelünket akarja, akkor benne van ez, Benne van ez a vágya az Úrnak, hogy egyre jobban átformálódjunk a Krisztusnak a képmására. Az igazságunk ne csak annyi legyen, mint a környezetünkben levő embereknek az igazsága. Jézus azt mondta, a ti igazságotok nem haladja meg, a farizeusoknak és az írástudóknak az igazságát nem mehettek be az Isten országába. Fejlődni kell, növekedni kell, el kell jutnunk. Jöttünk onnan, hogy nem is ismertük az Isten talán. Életünkben voltak olyan szakaszok, aztán megismertük őt, és eljutottunk az igazság valamilyen megismerésére és annak megvalósítására. De az Úr azt mondja, még tovább, van még tovább, előbbre és előbbre akar vinni téged. És egy napon el fogjuk majd érni, természetesen, ahogy az ége mondja, hogy Isten befejezi bennünk a Krisztus képmására való átformálódás munkáját azon a napon, amikor majd Krisztus, ami úrunk megjelen. De addig is kívánok mindenkinek jó előmenetelt ezen a területen. Amen.